Sziasztok! Ismét egy rendhagyó módon kezdjük az áprilisi adásunkat, egy rendhagyó autóval, de erre majd visszatérünk egy kicsit később. Először is szokásosan szeretném nektek megköszönni ezt a rengeteg nézettséget, hogy rengetegen megnéztétek a videóinkat, ugye a elmúlt hónapban a videót. Ismételten köszönjük azt a több mint 100... Mizuzolika? Nem akarok erről beszélni, mert ez... Én nem látom ennek a kimenetelét egyelőre. Hát színvakként szerinted? Szóval akkor köszönjük szépen a rengeteg szeretetet és az elképesztő mennyiségű pozitív kommentet. Ezen nem akarok túl sokat lovagolni, rettenetesen jól esik, úgyhogy... De tényleg... Számomra ez felfoghatatlan. A mai műsorunkban is lesz szokásos műhely élet. Nem is tudom, megyünk valahova ebbe a hónapba? Klasszik Car Show and Expo and Spa. Nagyon jó ismerősünk, illetve barátaink által rendezett Merci Klasszik. Hát én azt gondolom, hogy kiállítás, vagy nyugodtan mondhatjuk, hogy kiállításra, úgyhogy ebbe a hónapban is lesz azért jó kis programjaink. Úgyhogy... Az meg Zolika teljesen kibillentett az egész g***ből. Jöttek ritkaságaink Amerikából, jöttek ritkaságok a műhelybe, megmutatjuk, hogy mivel, hogy haladunk, lesz ismételten egy kis szakmaiság is, fényezés, illetve több különböző autótípust próbálunk nektek bemutatni. Megyünk a Classic Car Show and Expo-ra, a Mercedes-es cimboráinkhoz Szegedre, a Pikarénában lesz egy nagyon jó Merci Show. Nem állunk olyan túl jól a Mercikkel, ezt már most leszögezném, pont gondoltam, hogy felhívom őket, hogy mi lenne a BMW-kkel mennénk, de majd meglátjuk, összeállítottunk egy ilyen menekülő útvonat is, hogy milyen Mercikkel tudunk menni, ezt majd még meglátjuk, úgyhogy gyertek velünk és nézzük meg, hogy mi van a műhelyben. Nem jó így. Jöttem vérnyomást állítani. Megszomjaztam erre a nagy izére. Mondhatom? Azért, ahogy kiállítsátok már izébe a művelődési központba. Te nem kérsz még egy cigit? Akkor jó van. De jó, hogy nem hallani, amit mondotok. Na szóval, kipróbáltuk az Alfát. Össze lett rakva a motor. Voltak. Mi a f***t akartam mondani? A Egri Feti nem ugatnak közbe. Akkor nem, most már tényleg nem. Nézd ezt a sétálást. Elmentünk kipróbálni, eltűnt a bal első sebességjelünk, 18 hibakódot bedobott, nem ment az autó. Kiderült, hogy valóban nincs bal első sebességjel. Kivettük a jeladót, az az alumínium oxid, ami rárakódott a jeladó tárcsára, az már így félig leesztergált a jeladót. Mivel ez egy ilyen zárt, hogy is mondjam, itt a kerékcsapágynál egy ilyen zárt házban van. Hát sok mindent nem tudtunk vele csinálni, tettünk egy új jeladót, kifújtuk, azóta jó. Mit mondjak még? Hát nem kell neki könyörögni. Kegyetlen volt, eszméletlen volt. Ja. Hát dobott először egy-két hibakódot, de szerintem kezdi összeszokni. Aztán... megtanulni magát, is. Aztán a seggét dobta, igen. Nem vagyok az a nagy faroltatós típus, most csináltam vele köröket életemben először, de az elég jól sikerült. A szemiszlik gumik úgy füstöltek alatta, hogy Isten olyat még nem szott. Lehet, hogy csak át van címkézve a lingong. Hát, vagy nankang lesz ez, akkor nem túl jó. De jónak tűnik nagyon egyébként tényleg az autó. Aztán viselve válik. Mert Stage 2 most már hasonló. Aha. Jó van. Majd azért nézzé izéket hozzá, hajtókarcsapágyakat, vagy blokkot. Ferrari California, az biztos van. Jó van. Egy-két kamiont lehet el kell adni.
Egyet elég. Egyet elég. Jó. Egyet elég, az AdBlue bajost eladjuk akkor. Jó. Úgyis most kér egy 8 kilós szivattyút. Közben hívtak a másik szervizből is, hogy 8 kilóért alaplapot kéne venni az AdBlue szivattyúhoz. Akkor itt a tavasz állabál, imi farcot csiszol már. Sziasztok! Készítem be a Mercit fényezésre. Fiúktól visszakerült, a motort összerakták, meg a futóművet berakták alá. Kicsiszoljuk vízbe, kiragasszuk és lefújjuk lassacskán. Egy-két napos munkám van még rajta, és ez is elkészül, hála az égnek. Testvéreim, egy régóta húzódó kávária végére értünk. V12 Merci motorunk be van hüvelyezve. Nagyon-nagyon szépen szeretnénk megköszönni a tatabányai Royal Motorsnak ezt a szenzációs munkát. Nagyon-nagyon korrektül elmondta a tulajdonos srác, hogy megpróbáljuk, belevágunk, garanciát nem tud rá vállalni, mivel ilyet azért nem sokan csináltak még mondhatni, hogy a világon. Itt azért sok mercis Facebook csoportban kerestem V12-es motort, ott oda kommenteltem, hogy egy gépműhelyen már megpróbáltuk behüvelyeztetni, de hosszába ketté repett a blokk. Elküldtem azt a blokkot is, hogy ott esetleg nézzék meg, hogy ott milyen technológiával, milyen eljárással volt behüvelyezve. Váóképeken látni fogjátok, hogy ezek a fiúk hogy csinálták meg. Esetleg, ha a videót nézi, vagy az előző gépműhelyes kollega nézi ezt a videót, nagyon szívesen segítünk neki abba, hogy milyen technológiával lehet megcsinálni. Úgyhogy végére értünk egy nagyon régóta húzódó dolognak. Balázs kollégánk elkezdi összefele rakni a motort, úgyhogy sikerült, azt gondolom, hogy rengeteg olyan alkatrészt összeszedni hozzá, ami így nagyon kereskedelmi forgalomban nem kapható, de sikerült fölkutatnunk rengeteg olyan céget, illetve csapatot, akik nagyon-nagyon-nagyon szívesen segítettek nekünk, ezt innen is köszönöm. Az előző adásban is már megköszöntem, hogy mikor így külsőshöz fordulunk, akkor hasonló nagy, nem is tudom mi a legjobb megfogalmazás ennek, lojalitással vagy szeretettel viszonyulnak hozzánk is, nagyon segítőkész mindenki megoszta a hosszú évtizedek alatt megtapasztalt dolgait, hogy úgymond ne nekünk kelljen vele kínlódni. Ezt hasonlóképpen szoktuk mi is, hogy bárki fölhív bármivel, mi is nagyon szívesen elmondjuk itt az elmúlt 20 év tapasztalatait, akinek tudunk, segítünk, de ezt azt gondolom, hogy akik nézik ezt a videót, azt nagyon sokan tudjátok, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy az epizód második felébe már látni fogjátok teljes pompájában a motort, esztétikailag is tök jó rendbe tesszük, úgyhogy őt is szeretnénk vinni a Merci show-ra, úgyhogy reméljük, hogy ott lesz ő is. Ja, sziasztok! Ez egy E39, egy 23i, ez hengerfejesen érkezett hozzánk. Gépműhelyben megcsináltattuk a hengerfejét. Tulajnak az előző szerelő az vízhűtőt cseréltetett vele, meg elég sok mindent. Aztán itt gyorsan kiderült, hogy az autó hengerfejes. Azóta mentünk már vele egy pár száz kilométer, tökéletesen üzemel az autó. Közben a próbakör közben ABS hiba jelentkezett. Gyorsan át is néztük magát a futóművét, ugye az összes ABS jeladót, ABS gyűrűket. Hát a jó szakember csinált egy pár érdekességet, ugye sajnos a tulajnak ezt még egyszer ki kellett fizetnie. Bal elől volt ABS probléma, ugye alumínium futóműve van, vagyis alumíniumból van a futóműve, és ugye a fémcsavar az annyira nem annyira szereti az alumínium a fémet. Bele volt törve az ABS-nek a csavarja,
baszták kivenni, inkább beszilózták, két komponensi ragasztóval oldották meg. Még ami probléma volt, itt bal elő volt probléma egyébként, ugye új az ABS jeladó, ezt előttünk már cserélte az illető, ilyen módon, ahogy elmondtam. Kiszerelés során gondolom beletörhette az ABS jeladót a csonkáványba, és kiszerelés közben megsértette az ABS gyűrűt, ugye a kerékcsapágyról veszi a jelet, a kerékcsapágyon van egy felület, amiről veszi a jelet, ezt megsértette, ugye, és akkor ABS problémák adódtak, úgy szintén hátul is, ugye azt hiszem, hogy bal elsőben jobb hátsó volt cserélve, mind a kettőnél sikerült beleszaggatni, próbáltam megmenteni, hogy ne legyen nagy bontás, például inkább hátul, de sajnos annyira el volt már oxidálódva a hátsó csonkávány is, hogy inkább bontottra cseréltük, természetesen új kerékcsapággyal. Az autónak kézifék az katasztrofális volt, mind a két hátsó porvédőlemez le volt rohadva. Ezt is ugye kicseréltem egy-két újra. A kézifék betét az konkrétan az szét volt málva, úgy szintén a két kézifék kötél is. Most lettem kész az autóval, elég sok probléma volt vele, meg még rengeteg mindent lehetne megcsinálni rajta. A tulaj az majd folyamatosan hordja hozzánk, itt jó kezekben van. Én amit szeretnék mondani, ne kezdjünk el otthon szerelni a fűbe. Ilyen problémák vannak, én nem rosszból mondom, látom, hogy van bent egy gyerekülés a hátsó ülésen. Ne kezdjünk el ilyen féket tákolni, ABS-t tákolni otthon a fűbe, mert életveszélyes. Szóval, hogy mindenki figyeljen oda ezekre a dolgokra, mert nem játék. Hát be van szilózva a lámpa, ilyen utólagos szenonlámpák, lóg az egész, hogy ja, ilyeneket ne csináljatok. Nyugalom van már a műhelyben, a srácok már hazamentek. Kezdjük az elején. 850-esünk, látjátok, hogy belekerültek már a szélvédők, illetve az új szélvédőkeret, meg minden ilyesmi. Úgy összességében elég jól elhaladtunk az autóval. A karosszériás kollégánk átjön jövő héten, elkezdjük összerakosgatni a karosszériáját. Várunk még egy pár ritka alkatrészre, amit említettem már, hogy azért egy E31 felújítás azért nem egy olyan egyszerű a 2024-ben, úgyhogy összességében jól fogunk, nagyon jól haladunk vele. Lehet, hogy már az epizódunk második felében már láthatjátok az autót teljes pompájában. A 30D E90-ünk, amiről szintén beszéltünk, nagyon jól halad vele a Tibi kollégánk. Ő, neki ez az első ilyen felújítós nagy projektje. Mint ahogy beszéltem, egy szenzációs ügyfél. Nem akarok annyira vágóképeken, úgyis látni fogjátok, hogy mit, milyen minőségben csináltunk meg az autón. Szerintem ő azért hosszú évekig még hűszolgálja lesz a tulajdonosának. Amerikából jöttünk mesterségünk címere BMW, ismételten érkezett egy szállítmány autónk. Elég sokan kerestetek egyébként amerikai szállításokkal, illetve különböző ilyen autóbehozatallal kapcsolatban. Mint ahogy említettem már nektek többször, mi az Amerikargóval dolgozunk, ők hozzák nekünk az autóinkat, úgyhogy ezeket az autókat is ők hozták be. De beszéljünk egy nagyon picit az autóról. Ez egy E39 540i, gyári manuál hadsebesség, ami alapból azt gondolom, hogy egy ritkaságnak számít. Ami még jobban megritkítja az autónak a darabszámát, azt, hogy fehér színű az autó, illetve nem tudom, hogy mond-e valakinek valamit a Dynan Tuning cég, ez Amerikában egy elég elterjedt csapat,
azok belenyúltak egy kicsit az autóba, még egyébként ez nyomozás alatt van, hogy pontosan mit csináltak az autóval, úgyhogy szeretnénk egy ilyen, van itt egy ilyen kis plakett rajta, hogy hozzányúltak, illetve mint ahogy láthatjátok, egy AC Schnitzer body kit van az autón, a tükör az már hiányzik, amit én annyira nem sajnálok, mert szerintem az AC Schnitzer tükör, ez szerintem nem egy jó eltalált, nem tudom, nem, nekem egyáltalán nem tetszik. A Felnia egy kétrészes, ha jól emlékszem, BBS RST 070 talán, de nem akarok hülyeséget mondani. A Facebook oldalunkra föltettük a kocsit, és ott többen beszélgettétek, hogy milyen jó a kocsi, de ez a Felni nem illik rá, de hogy ez gyárilag rendelhető volt ebben. Ne haragudjatok, hogyha nem találtam el pontosan a típusát, nem sűrűn találkozok ebben a fajta Felnivel. Szerintem is egyébként egy picit olyan megosztó, annyi, hogy ezt az autót ezt ebben a Felnivel rendelték, ez egy gyári extrája, a pótkerék tartóba is az ötödik kerék is ugyanez a Felni, úgyhogy ebben még megy egy kicsit a vacillálás, hogy ez a kerék maradjon-e rajta, vagy nem, vagy esetleg kitaláljunk ennek a Felninek valami olyan felújítást, ami esetleg egy picit frissítené, vagy gondolkoztunk, hogy sárga csavarokon, vagy ilyen nagyon polírperemmel, vagy na ez még itt kitalálás alatt van. Összességében az autó az kompletten körbe 120 mikron, egy rozsdának se híre, se hamva, gyári szélvédő benne, gyári dokumentációk, meg azt gondolom, hogy ez a motortér, ez azért sok mindent elárul. Egy-két apróság van benne, itt például van egy kábelkötegelő, ez is tipikus ilyen E39 betegség, hogy ott egy gumidugó hiányzik, ezt mindenféle ilyen kis apróságot pótolni fogunk, kicseréljük az előregedett műanyagokat. Kinti kollégánk teljesen kompletten lecserélte már a vezérlését, úgyhogy szerintem maga ez a világos belső, meg ez a fehér kombó, szerintem én nekem nagyon tetszik ez az autó, természetesen ő is értékesítésre fog kerülni, úgyhogy ha valaki egy nagyon-nagyon jó, nagyon ritka E39-et szeretne, akkor keressetek nyugodtan. Az M3-unkkal elkezdtünk úgymond nagyobb léptekkel haladni, ez az autó itt van már nálunk elég régóta, sok minden mindig ment, hogy ez is legyen, az is legyen, ne legyen, hogy folyamatában mindig így jöttek a dolgok elő az autón, ugye egy ős magyar autó, azért volt rajta egy pár átalakítás, teljesen visszatérünk a gyári vonalra mindennel, kifújtuk a motorterét, mert ott is egy pár dolgot át kellett alakítanunk, benn van a futómű alatta, itt az S14-es motorja is. Ő benne már említettük, hogy egy S54 volt, ezt az ügyfél úgy nem az autóval együtt volt, illetve ez külön lett hozzá vásárolva, ez egy versenyautóból származik, ezen is mindent visszalakítunk gyárira. Itt úgy volt átalakítva, hogy a főtengely első szitárcsáról vette a jelet, de az S14 az a kuplungharangból veszi, illetve volt egy pár módosítás, illetve annak idején a alumínium felületeket drótkoronggal próbálták frissíteni, vagy nem tudom mit csinálni. Ez az összes ilyen dolgot lebontunk rajta, és mindent gyönyörűen gyárira visszaállítunk, úgyhogy szerintem az epizód másik felében már látni fogjátok, hogy nagyon jól állunk a kocsival. Most két kollégánk is azon dolgozik, hogy minél hamarabb lábra kerüljön. Szeretett Chevrolet Cavalierünk, remélem, hogy jól mondtam a nevét. Megmondom őszintén, egy kicsit már lehozott minket az életről. Ez egy DVD, a DVD-re játszom, egy Navit szerelünk. Találtunk egy fekete doboz valami repülőbe, azt beletesszük. Egy ügyvéd barátunké az autó, szeme fénye, de sajnos elég érdekes technikai megoldások vannak rajta. Alkatrész az nagyon sehonnan nem lehet szerezni, most is hónapokat vártunk egy klímakompresszorra, ami megérkezett az Egyesült Államokból, teljesen új dobozába, csak hát a dobozán már láttuk, hogy ez azért az évek óta pihen valahol, feltöltöttük olajjal, mert ezek a kompresszorokat ebben még külön kell olajat tölteni, és sajnos teljesen be van állva a kompresszor, úgyhogy
akitől vásároltuk, nagyon-nagyon korrekt volt, mondta, hogy szedjük szét nyugodtan, nézzük meg, hogy mi van a belsőbe, bármilyen alkatrészbe tud segíteni, vagy bármibe partner igazából, amit csak el tudunk képzelni. Nagyon-nagyon szeretjük az ilyen ügyfél hozzáállást, hogy valaki így áll hozzánk, hogy nem az van, hogy bele a ceruzánkat, úgyhogy... Régen Audi fan voltam, aki régóta követi a munkásságunkat, azt tudja. Aztán nem maradtam hű a márkához, mert azt láttam ezelőtt 10 évvel, hogy őnekük még közel sincs akkora becsületük, vagy még nem igazán éri meg őket felújítani, mert egy BMW a sokkal rentábilisebb volt évekkel ezelőtt, és most lehet, hogy itt lesz majd, hogy ez nem igaz. Én annak idején sok Audit felújítottunk, sok BMW-t felújítottunk, sok 2-es GT Golfot felújítottunk, 1-es kabriót sorolhatnám, igazából a belefektetett pénzt sem láttuk meg annak idején, ez már azért most ez teljesen átváltozott, főleg egy ilyen autónál, nekem is egyébként volt, ha jól emlékszem, 3 darab S2-esem is egyszerre, eladogattam őket, ezt azért most már azért erősen sajnálom, de ez az autó, mint ahogy láthatjátok, egy S2 Avant, egy mondhatni nagyon-nagyon kevés darabszámba készült, ha jól emlékszem, akkor 1802 darab készült belőle, ez egy 20 szelep turbo quattro kombi, ABY a motorkódja, 93-tól van S2 Avant, előtte a S2 kupét gyártották, és egyébként számomra is meglepő volt, egy picit utána néztem a típusnak, hogy tudjak valami kézzelfogható adatokat is mondani róla. Volt szedánban is egyébként S2, ő még kevesebb darabszámba készült, ő ilyen 400 darab készült, vagy 300x darab készült belőle, ami azt gondolom, hogy egy szenzációsan ritka darabszám. Az autó igazából annak ellenére, hogy gyönyörűen néz ki így, az alját szeretni az ügyfél rendbe tenni, picit a motorterét, szerintem egy nagyon-nagyon jó autó. Itt az udvarba mentünk vele, egy picit gurúgattunk. Ez a hang, szerintem ez aki tudja, hogy a soros 5-hengeres hangnak milyen... Mit mondod, Győzike? Ferike, hallotta a szerelmes hangot, akkor figyelj! Ez soha nem fog kimenni a divatból a soros 5-hengeres motorhang, úgyhogy, de úgyis látni fogjátok, hogy az autóval milyen ütembe, illetve milyen felújításokat fogunk végezni. Menjünk az irodába, jöjjön a Károly Exkluzív rövid hírei. Arról beszéljek, hogy ez egy következő forgatási nap, vagy? Na most ömlik rólam a víz egyébként. És következzenek a Károly Exkluzív rövid hírei. A mikrofonnál Károly Péter. Az elmúlt időszakhoz képest, és beszéltünk már erről, elkezdtek özönleni a munkavállalók, képzeljétek el. Nem tudjuk, hogy mi történt. Lehet az is közrejátszódik, hogy itt kedves kis... városunkban elég nagy gyárak zártak be, de nem csak a környékből, hanem mindenhonnan elkezdtek megkeresni minket a munkavállalók, úgyhogy egész héten, meg egész múlt héten volt egy csomó állásinterjúnk. Voltak köztük olyanok is, akire azt gondoljuk, hogy abszolút érdemesek arra, hogy ehhez a családhoz tartozzanak. Lehet, hogy fogtok is a videóban látni egy-két új kollégát, többen próbamunkán vannak, többen már a próbamunka után letöltötték a felmondási ideiket az előző munkahelyen, úgyhogy már kezdtek nálunk. Figyeljetek, meglátjuk, itt, mint ahogy említettem, van köztük pályakezdő is, akinek, amit hangoztattam is, hogy abszolút szeretnék teret adni, illetve lehetőséget azoknak a srácoknak, akik
esetleg egy más műhelyekbe, szervizekbe nem kapnak lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ezzel a dologgal foglalkozni kell. Itt az előző videónkban nagyon sokan egyetértettetek azzal a álláspontommal, hogy itt egy 5-10 év, és ha nem kezdjük el itt a utónemzedékeket, ezt a szót kerestem, nevelni, akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, úgyhogy elkezdtük a utónemzedéket nevelni, mint tanuló fronton, mint pedig pályakezdőkkel kapcsolatban, úgyhogy hát reméljük, hogy lesz nekik kitartásuk ezekhez a dolgokhoz. Én azt gondolom, hogy itt az elmúlt hetek az egy számomra tök pozitív volt. A fényező részlegünkben is van új kollega, autószerelőnk is van, jönnek autóvillamosság szerelők is állásinterjúra, úgyhogy mindenképpen szeretnénk egy stabil tréleres kollégát is, aki csak a trélereinkkel foglalkozik. Volt egy régi kollégánk, de azóta úgy az egyik barátunk segített be, azt láthattátok is többször a videóban, de ő abszolút csak ilyen besegítő kollega volt, úgyhogy eldöntöttük, hogy mindenképpen szeretnénk egy fix tréleres kollégát is. A héten több srác volt próbanapon, úgyhogy ma is van, jövő héten is lesz, úgyhogy megpróbáljuk ebben kapcsolatban is megkeresni. Meg több vállalkozó kollégával is beszéltünk, illetve ügyfelünkkel. Azt látjuk, hogy egy picit itt az elmúlt évekhez képest azért kezd megfordulni ez a dolog. Elkezdtek a piacon a munkavállalók megjelenni, úgyhogy reméljük, hogy ennek a gazdaságra lesz egy kis pozitív hatása is. Kaptam egy felkérést a Békés megyei Hírlap egyik külön kiadványában. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Így többször foglalkozott velünk már a Békés megyei Hírlap, úgyhogy megint van rólunk egy ilyen fél oldalas cikk. Köszönjük szépen! Sokatoknak ismerős lehet, Képes Autó Express. Az AMTS-en kaptam egy nagyon szimpatikus ügyfelünktől, úgyhogy azon gondolkoztam, hogy mit szólnátok hozzá, ha fölhívnánk egy autót, például egy 850-es BMW-t, hogy nem esetleg megvan még a kocsi. Elég érdekes árak vannak benne, nem tudom, hogy annak idején ki lapozgatta ezt a újságot, nem is tudom, hogy ez havilap volt, vagy nem, megjelenik minden csütörtökön, ez heti megjelenési volt, úgyhogy annak idején én is lapozgattam, de még nagyon-nagyon álombéli dolgok voltak. Egyébként van benne 635 CSI 990 ér, E34 egyébként az ilyen kimagaslóan sok van benne. Érdekes, hogy több oldal E34 van benne. Hogy talán lehet, hogy ennek is volt köszönhető az egyébként, hogy az E34 azért hosszú évekig ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, ilyen lefele irányuló tendenciája volt árának, illetve a megbecsülésének. Úgyhogy tök elgondolkodtató volt, meg tök jó volt visszanézni. 1984-es E30 Coupé 323i 470. Kár, hogy annak idején annyi pénzem sem volt, hogy egy éles kanyart vegyek, úgyhogy jó lett volna ebbe az időbe bevásárolni, úgyhogy röviden erről ennyit. Nézzünk szét még a műhelybe, aztán még folytatom a különböző monológokat. Nyújtózok. Reggeli torna, délután 2-kor. Kérlek szépen egy E30 M3 motoron cserélem a motortartó konzolokat. Megmutassam. Mivel hogy? Gyári volt, csak mivel átalakítva, azért ki lett neki köszörülve. És szereztünk hozzá egy patika gyárit, és ennek a cseréjét végzem most. Főnökömnek az M3-jából kiszedjük az állítható futóművet, és visszarakjuk az eredeti lengéscsillapítót, elsőt, hátsót, eredeti rugókat. Hát családos embernek annyira már nem
Ez a fiatal embereknek van kitalálva ez a gépjármű. Az ilyen, mint én vagyok, vagy te. Az idősebbek ezt már nem nagyon díjazzák. Nem, mert ott van feleségem, aki rendben a részben. Vívál akkor! Az Amerikában megyek mesterségem címere című E36-unknak az aljának a felület kezelései az cél egyenesbe ért, illetve kiárosítást tartunk SL 107-es alkatrészekből az autó alatt. Most akkor ez Mercitali előtt fog kimenni ez a videó? Ezzel az autóval szeretnénk jövő hét végén eljutni a 100 legikonikusabb Mercedesnek a csoportosulására, úgyhogy hát gyertek minél többen is, nézzétek meg, hogy mivel tudunk részt venni ezen a rendezvényen. Hogyha nem sikerül egy felújított Mercedes sem elvinni, akkor leszakadt farzsebekkel fogunk előállni, és elajándékozzuk majd őket a kedves résztvevők között. Hát nézzétek meg majd, hogy milyen lesz az alja. Én nem mondanám ilyen nulláról való restaurációnak, mivel a motort, igazából egy kompressziót mértünk benne, tök szép hangja van, nem láttuk ildomosnak szétszedni, meg elég relatív kevés kilométer is van a kocsiba. Ezek a kerekek nem annyira csak azért lettek rá felrakva, hogy tudjuk tologatni, úgyhogy amíg a rászánt kerekek el nem készülnek, még mielőtt bármelyik őtök megtalál a Volkswagen Charan felnikkel, úgyhogy nézzük meg, hogy mi újság van Balázzsal. Aki éppen nincs itt, ha? Lehet, hogy WC van. Én akkor éhes vagyok, halott az agyam. Na, elkezdődött a V12-es motorunknak az összeszerelése. Korábban már rendeltünk hozzá 6 darab gyári dugattyút, azt a gépműhely a persejeket ahhoz igazította, illetve 6 darab bontott dugattyúhoz, mert nem sikerült 12 darab új dugattyút rendelnünk hozzá, mert ennyi volt összesen. Akkor megtörténtek a csapágyhézag mérések, itt voltak agyalások a hézagokkal, de aztán nagyjából rendeződött. A gépműhelyes srác az nagyon segítőkész volt, az velünk kerülnek bele a dugattyúk, mennek föl a hengerfék, a vezérlés ma remélem fölkerül. Jövő héten meg rengeteg sallang, rengeteg csavar, ki tudja még milyen formában, de láthatjátok a Mercedes találkozón. Amit mindenképpen pozitívan szeretném megjegyezni az elmúlt hetek történéseibe, hogy Szigetszentmiklósi telephelyünkön megtörtént az első bizományos autóértékesítős eladásunk, amit már mondtam is nektek, hogy itt az ügyfél egy picit nézegette az árakat, és hát azt alapul véve, hogy az ő autója mennyiben van meg, hogy már mennyitől lehet vásárolni autókat, és hogy nagyon kikérte a véleményünket, hogy ő szerintem mennyire hirdesse meg, hogy így is már milliókat fog rajta bukni, és megpróbáltunk a ügyfelünk elmondás alapján egy számára nagyon-nagyon pozitív árat kialkudni, vagy kvázi tök jó áron el sikerült adni a kocsit. Ha minden igaz, akkor elégedett az új ügyfél is, elégedett mindenki. Szántó Zoli barátom koordinálja ezeket a dolgokat egyébként Budapesten. Ő az autóértékesítőnk fent, ő hozzá futnak be ezek a dolgok, illetve őt lehet keresni több különböző dologgal, és egyébként tök jó elindult ez a
bizományos értékesítésünk, mert már itt az elmúlt napokban is mondhatni, hogy napi szinten egy-két megkeresésünk van. Ezt úgy kell elképzelnetek, hogy van egy tök jó szerződésünk, van egy alap havidíjunk, ahol az autót egy tök jó körülmények között tároljuk, de erről már beszéltünk is, illetve a végén egy kölcsönösen megbeszélt jutalék, úgyhogy itt az ügyfél is, aki megvette ezt az autót, ő azt mondta, hogy ő kimondottan azért vásárolta meg ezt a kocsit, mert hogy mi hirdettük, és hogy egy olyan csapat áll mögötte, hogyha ne adj úristen bármi van, akkor nem az van, hogy letiltjuk a telefonszámát, vagy bármi, mint ez sajnos az elég sokat előfordul azért a mostani piaci helyzetben, meg a mostani élethelyzetben, úgyhogy volt is egy-két kérdése ebben egy bizonyos dolga kapcsolatban, de tök jó megoldást találtunk, én azt gondolom, mindenre. Úgyhogy keressetek nyugodtan minket bizalommal az autótárolással, illetve a bizományos értékesítéssel. Jönni fog egyébként több érdekes autó, így BMW-től teljesen elvonatkoztatva, teljesen más ilyen érdekes típusok, ezekről is fogunk majd beszélni, úgyhogy de ezt úgyis meglátjátok. Amit mindenképpen szerettem volna még megemlíteni, hogy indul egy ilyen marketinges cégünk is a Car Exclusive-nak, amire mi szeretnénk egy kicsit jobban a hangsúlyt fektetni, ez a brandépítésben való segítség, illetve hogyha esetleg a cégnek a portfóliója nem úgy megy a jelen piaci helyzetben, nagyon-nagyon csökkent az árbevétel, hogy én nekem itt az elmúlt, hát egy picit több mint 20 év saját brandépítéses tapasztalatom, illetve a családom vállalkozásaiból is van egy-két tök jó tapasztalatom, amit nagyon szívesen segítünk ügyfeleknek, úgyhogy ezzel kapcsolatban is keressetek bátran. Kaptunk több felkérést már ilyen, pont a héten kaptunk, vagy 3 e-mailt különböző ilyen autós rendezvényeken, mint sztárvendég, ilyen meghívást, sztárnak nem mondanám magam egyáltalán, de hogy hogy nagyon szívesen, hogy egy zsűribe is, hogy a zsűri elnök is egy ilyen autó kiállítása, hogy nagyon szívesen vennék, illetve hogy előadást is nem tartanék így a jelen autóépítésnek a rákfenéről, pozitív oldaláról, negatív oldaláról, illetve azt, hogy meg ilyen inspirációs előadásra is kaptam már felkérést, hogy a fiatalokat egy kicsit inspirálni abban, hogy nyugodtan válasszák ezt a szakmát, ez egy tök jó szakma, legyen nekik kitartásuk, én úgymond a mínusz másodikról, hogy jutottam el idáig, milyen buktatók voltak, mi volt, hogy volt, úgyhogy ezzel kapcsolatban is nyugodtan keressetek majd, de itt is majd lesz Facebook oldalunk, lesz weboldal, lesz minden, úgyhogy tudunk majd bármelyikőtöknek segíteni ilyen dologgal kapcsolatban is. Mint ahogy láthatjátok, az E30 M3-ba bekerült a motor. Hát legózunk, még jó, hogy Tomika jó volt legóból, úgyhogy epizódunk elején beszéltem róla, hogy letakarítjuk az ilyen annak idején LED drót korongozott alumínium felteket normálisan. Ez, mint ahogy majd láthatjátok, ez le lett szemcseszorva, le lett lakkozva gyönyörűen, úgyhogy szépen legózgatjuk össze az autót. Most például gyári első futóművet vadászunk hozzá, illetve gyári kormányművet, meg mindenféle ilyen dolgokat, amit az ügyfél hozott hozzá, Carbon Airbox az nem fér el, úgyhogy azt az egész dolgot újra gondoljuk. Valószínű, hogy gyári Airbox fog rámenni, úgyhogy hát szépen haladgatunk a projekttel. Vezetéktől meg a motortérbe lettek bekötözgetve, külső vissza lesz rakva, vezetékkötek visszakötve, akkor... Tulajdonképpen készet csináltad az autót, nem? Persze, kérdése is járni fog az egész. Ennyi. Na, hát akkor a kollégánk elmondás alapján mindjárt készen van az autó, úgyhogy... Peti kell azt kérdezni, hányat kell még aludni addig? Úgyhogy jól állunk egyébként a 8-asunkkal is. Ezt az autót már sokszor láthattátok nálunk is, hogy nem mindig csak a tündöklésről, meg a pompáról beszéljünk. Ezt az autót még az
Hónapokkal ezelőtt volt egy átadási tervünk, de aztán a kedves ügyféllel abban maradtunk, hogy még egy pár dolgot csináljuk meg az autón. Mi azt gondoltuk, hogy úgy lesz a legszebb az autó, hogyha teljesen szétszedjük és a fényezését újra készítjük, vagy nem tudom mi a legjobb megfogalmazás. A klasszikus dumával fogok jönni, ezt az autót egy olyan ember fényezte, aki ilyen beugrós munkán volt nálunk, úgyhogy nem igazán jött össze szerintünk, meg a tulajdonos szerint se, úgyhogy természetesen a tőlünk megszokott módon vállaljuk érte teljes egészében a felelősséget, illetve az összes költséget, ami ebben jár. Hamarosan át fogjuk adni az autót. Bulárda Gábor polírozta az autót. Szerintünk bomba lett. A megoldást azokban lelni, hogy szólnál a Heggesztő Brigád elnökének, Hegedű Siminek, visszaszednénk, meghegesztenének úgy, hogy tehát a Merci gyárban azt mondanák, hogy elviszük ezt a gyereket, csak mi nem adjuk oda. Elvis Presley. Még lenne egy fontos dolog, amit mondani szerettem volna. Itt vagy? Vagy mehet? Szintén olyan téma, amit már többször feszegettünk, csak most több nálam sokkal tapasztaltabb, nagyobb múltú, lényegesebben okosabb kollega is megerősített, hogy borzalmasan azt tapasztalják az ügyfeleknél, hogy egy 73 millió forintos XM-ből átülnek a felújított E30-asukba, és megtesznek vele 200-300 kilométert, és akkor hívnak minket, hogy hogy ők ezt hallottak, ő azt hallottak, egy kis szélzaj, meg ilyesmi, hogy azért szeretnék erről beszélgetni, mert egy olyan tényleg sokat tapasztaltabb ember, és abszolút megerősített ebbe, hogy ez a világ, ez most katasztrófa így az ügyfelek részéről ebben kapcsolatban, hogy nem lehet már egy 40 éve gyártott autót összehasonlítani egy új autóval, vagy hogy ez mindig egy ilyen nagyon érdekes sztori lesz, hogy annak idején én azt gondolom, hogy a kézzelfogható különbség az akkor lenne úgymond igazából így mérhető, hogyha 1986-ban beleültél volna egy E30-ba, meg beleültél volna mondjuk egy Zsiguliba vagy egy Warburgba. Persze a kettő nem sem árban, sem kategóriában nem összeegyeztethető, csak ott maga a minőségbeli különbség az abszolút kijött volna, mint például ugyanúgy most egy mostani autónál, vagy egy vadonatúj autónál, vagy egy ilyen öreg autónál, hogy nem ugyanazok már az anyagfelhasználások. Itt pont egy ügyfélnek meséltem, hogyha gyári alkatrészekből is fel akarunk újítani egy kocsit, akkor sem tudunk olyan minőséget létrehozni, mint ezelőtt 40 évvel, és egy nagyon egyszerű példát mondtam neki. Kezedbe fogsz egy fűtéscsapot, amit a BMW-től rendeltél egy Esterházy vagyonért, nem akarok most típusról beszélni, vagy hogy milyen egy fűtéscsap egy régi prémium BMW-nek, és kezedbe fogsz egy 40 éves fűtéscsapot, a kettő olyan anyaghasználati különbségek vannak, hogy az egyik olyan, mint hogyha a visről rendelted volna, a másik az meg olyan, mint valóban amilyennek lennie kell, és ezt ugyanezt tapasztaljuk ajtógédereknél is, vagy bárminél, hogy rendelünk nagyon egyszerű gyári lámpa alátömítést például, és méretpontatlan, hogy vagy már nem is akarnak gyártani, vagy nem is akarnak úgy. Van egy nagyon-nagyon szimpatikus ügyfelünk, aki így az autóját azért nagyon nagy becsbe tartja, és pont a héten volt vele egy beszélgetésem, ami így nagyon jól kezdődött, nagyon jó tartalma volt, és nagyon-nagyon jó végződött, és megköszönte, hogy egy ilyen végletekig precíz úriembert képzeljetek el, akinek már olyan elvárásai vannak néha, hogy így tök jól mondtam neki, hogy ne haragudjon, de az ő elvárásai azok már szerintem újkorában nem
nem voltak olyanok ezeken az autókon, csak most itt illesztésig hézagokról beszélek, és egy tök egyszerű példát mondok. Kapott az autóról egy jó pár fotót, és bekarikázta, hogy milyen dolog nem tetszik neki például az autón, és hogy ezen még változtassunk. És érdekes módon egy 1989-es gyári új, bocsánat, egy katalógust megkerestem, és pontosan ugyanúgy áll rajta a lökhárító, mint a mi fotóinkon is, hogy, és arra szeretnék minden autó tulajdonost megkérni, vagy aki klasszik autózásra adja a fejét, és azt mondja, hogy na srácok, én belevágok, hogy kezdjetek el kompromisszumot kötni, mert hogyha nem fogtok, akkor egy, magatokat is kikészítitek ebben kapcsolatban, azt a céget, ahol esetleg az autót újítatjátok fel, ott is lehoztok mindenkit az életről, hogy itt próbáljuk meg, nem egyszerű 2024-ben egy 40 éves autót rekonstruálni, főleg nem egy Mercedes-t, vagy én azt látom egyébként, vagy lehet, hogy nekünk még a tapasztalatlanságunkból fakadóan, de hogy például az öreg Mercikhez sokkal nehezebb az alkatrész beszerzés, mint például a BMW-nél, vagy hogy, de lehetnek majd olyan kommentek is, hogy Mercedes is tök egyszerű, mert nézd ezt a weboldalt, nézd azt, csak hogy itt mindenképpen szerintem kell egy köztes út, ami mindenki számára, hogy még nem készítitek ki a műhelyes, vagy a szervizes rácokat se, magatok is, hogy itt mindenképpen kell egy köztes utat találnatok. Azt elfejtettem mondani, hogy a fiúknak azért nem fogom megmondani, hogy gyárilag is úgy állt a lökhárító az E30-on a kötéllemezhez képest, úgyhogy hagyj próbálják meg beállítani, illetve az ügyfél kérésének eleget tenni, azt a végén csak ráhagyják, hogy jó van az. Az múlt heti. Itt benne érdekel valakit magas vérnyomás? Így már mindenkinek az van. A mostani adásban a Rohadjon meg Kárai Peti című rovatot, illetve az Amerikából jöttem című rovatot, egy E23-at szeretnénk nektek megmutatni. A vágóképeket látni fogjátok, hogy egy erdőből húztuk ki a kocsit, benőtte már a gaz, és egy dolgot nem tudok feldolgozni, talán ez a legjobb megfogalmazás, hogy egyszerűen annyira gyárias állapotú maradt így is a kocsi, és remélem majd a kamerás kollega bejön ide a kamerával és megmutatja, hogy néznek ki a belső kerékjáratok, illetve az autónak bizonyos dolgai. Ahogy a mostani tinédzserek mondanák, ez pacek. Úgyhogy egy kocsint mosnak. Hihetetlen, hogy mire bukkantunk Tomival. Megmondom őszintén, ez a kocsi is elég nehezen, hát nagyon sokáig nem voltak meg a papírjai, nem tudtuk, hogy mi legyen, akkor hazajöjjön, ne jöjjön, mi legyen, hogy legyen, de aztán tulajdonképpen úgy döntöttünk, vagy úgy döntöttem, hogy tök mindegy, papír nélkül és minden nélkül, hogyha olyan, akkor jöjjön hazafele, úgyhogy, de megmondom őszintén, nagyon-nagyon jó döntés volt. Remélem a váóképeken vissza fogja adni teljesen. Az egész autó körbe 120 mikron, úgyhogy mondhatni, hogy nem nagyon volt festegetve. Itt az erdőben, ahol állt az autó, vagy ilyen susnyásba, sajnos egy nagy faág rádölt, meghorpadt itt a tető, illetve a szélvédő betört, de ezen kívül alvásszám szerint sportbelsős, természetesen klímás, tempomatos, elég ritka, főleg Amerikában, hogy kéziváltós az autó, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Meg még egy dolog, sokan kérdezitek, hogy miért jó ez az Amerikából jöttem című történet.
egy BBS RC090 van rajta, mint ahogy láthatjátok. Itt nem volt olyan opció, hogy most ebben, ne ebben, plusz ennyi, így, amúgy, vagy semmiféle ilyen dolog nem volt, úgyhogy tök jó, nagyon-nagyon örülünk a kocsinak. Sokat gondolkoztam rajta, hogy van körülbelül 4 darab E23-am, hogy talán ő maradjon meg, és a többi menjen a háztól. Én nekem nagyon-nagyon tetszik fehérbe, egyébként nagyon-nagyon kevés készült belőlük fehérből, úgyhogy ezt még meglátjuk. Úgymond kereskedő lévén sose szoktuk semmire se azt mondani, hogy nem eladó, természetesen minden eladó, de lehet, hogy az a cél, hogy megpróbáljuk, hogy valahogy megmaradjon, hogy inkább a többi E23-at adnánk el. Vége. Na, ha már hétvégén merci találkozó, akkor mi más nem próbálnánk ki, hanem egy Mercedes-t, és méghozzá egy R107-es SL-t. Egy Amerikából jött SL-ünk, amit láthattatok, hogy 37.903 mérföld van benne, ami ilyen közel 60.000 kilométer. Tomi barátunk egy ilyen igazi pajtaleletnek volt mondható, az autót úgy találta, úgyhogy igazából ilyen teljesen gyárias az autó. Ebből az okból is próbáljuk ki az SL-t, meg tulajdonképpen egyébként, hogy közelembe kerültek a Mercedesek, valóban azt mondanám, hogy tényleg azért a korában, itt a 70-es években azért le a kalappal a Mercedes előtt, hogy milyen technikai megoldásokat, mit, hogyan csinált. Itt azért ez a Cargetronic befecskendezés én szerintem nem a leges-leges legjobb döntés volt. Megmondom őszintén, túl nagy tapasztalatunk nincs benne. Itt két ilyen Cargetronicra szakosodott csapat segített nekünk. Megmondom őszintén, nekünk az egyik fő üzletpolitikánk az élni és élni hagyni. Nem szeretnénk kitanulni, egy azért nem is olyan egyszerű dolog, meg nagyon szívesen adunk műhelyeknek pénzt, hogy ők is tudjanak létezni és boldogulni, úgyhogy azt mondják egyébként, hogyha ez egy jó, meg nem áll sokat, akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Sajnos mi még csak olyanokkal találkoztunk, ami sokat állt és probléma volt vele. Melegen nehezen indul, hidegen elindult, de aztán melegen nehezen. Nem tudom, sok minden dologgal találkoztunk, egy pár hetet eltöltöttünk itt a merciainknek, az üzemanyagrendszerének a próbálkozásával, de aztán úgy voltunk vele, inkább olyan szakemberre bízunk, aki ezeket csinálja. Visszatérve itt a ominózus eselünkre, azt gondolom egyébként az 50-es évek eleje óta létezik az SL, a Light Sport lövidítése, de tényleg egyébként egy ilyen rémisztően kényelmes, minden kézre áll, tök jó a műszerezettség, mindent mutat, mindent látsz. Itt a BMW-ből annak idején nagyon-nagyon hiányoztak ez az olajnyomásmérő, illetve hasonszőrű dolgok, úgyhogy ő benne megvan mindenféle ilyen dolog, mindenféle anyaghasználat egyébként. Szerintem korán megelőző volt, persze lehet mondani a prémium autóknál mindenhol ilyen dolgokat használtak. Én azt gondolom, hogy még a BMW is elbújhat mellette ott a 70-es évek környékén. Egyébként egy elég nagy darabszámba készült autó, több mint 200.000 darabot készültek, azért ez egy elég nagy szám. És ennek ellenére egyébként egy ilyen nagyon kuriózum lett, de itt is azt gondolom, hogy a nagy darabszám miatt nagyon sok emberhez eljutott a típus, és a mai napig nagyon-nagyon közkedvelt. Soha nem volt olcsó autó, újkorában is egy elég drága autónak számított. Most is egyébként a szép példányoknak azért igen-igen megkérik az árát. Mint ahogy láthattátok, nekünk újul meg egy teljesen, nem tudjuk még pontosan, mi lesz vele. Ha esetleg valaki megfizet itt Magyarországon, akkor itt marad az autó, de
Amerikából már van rá két érdeklődőnk is, úgyhogy lehet, hogy visszamegy a, úgymond a hazájába, vagy onnan, ahonnan származik. Érdekes egyébként, mert két alvásszámuk van, van egy európai alvásszáma, meg van egy amerikai alvásszáma. Számomra tök fura volt, úgyhogy összességében egy nagyon-nagyon kényelmes, ugyanúgy, mint a R129-es eselek ott a 90-es évek derekán, eléggé egyeduralkodók voltak a piacon, mondhatni, hogy se a BMW-nek, semmilyen úgymond nagyon más prémium autónak nem volt ilyen luxus Grand Turismo-ja, meg kupéja, hogyha lehet őket így nevezni. Szerintem a 70-es években abszolút ez a, ez a kabriós dolog. Nem tudom tulajdonképpen, hogy talán az E9 lehetne neki ott a 70-es években, úgymond a BMW-s konkurenciája. E9-ből nem készült kabrió, úgyhogy nem tudom, hogy ez a kabriós történetével szerintem a Mercedes ott a 70-es években eléggé magabiztos piacvezető volt, nem is véletlenül kelt el belőle ennyi. Ő egy V8-al készült, készült 6-hengeressel, illetve több löketérfogatú V8-al is, ő egy 3-8-as, és megmondom őszintén egyébként meglepően jól megy az autó. Durva, mi? Jó, egy kicsit ilyen öreg uras vagy öreg hölgyes, de azt mondaná az ember, hogy szerintem tök jó így a, még a mostani autókhoz képest is, úgyhogy, de itt is, mint ahogy elmondtam, hogy pont ennél az autónál egyébként, ami hát én enyhe túlzással azt mondanám, hogy újszerű, így annak ellenére, hogy elmúlt 40 éves, de itt is azért lehet hallani egy-két apró zörejt, egy-két koppanás, egy kis kibufogófüst, egy kis ez, egy kis amaz, hogy akik mostanában egy teljesen restaurált BMW-t vagy bármilyen olyan autót csináltatnak maguknak, azok nem tudják, hogy ezek 72-ben vagy 81-ben ezek milyenek voltak újonnan, mert pontosan ugyanolyanok voltak, mint most, úgyhogy ugye igazából azt mondanám, hogy kurva jó ez a kocsi. Annyi észre sem vettük, hogy átmentünk egy vasúti átjáron 100-zal. Hihetetlen. Mondjuk van benne akkora rugó, hogy célszerszámot kell neki gyártani, hogy be tud tenni a helyére. Nem tudom, hogy a tempomatja hogy működhet. Lehet, hogy sehogy. Bármeddig elautókáznák itt a Toszkán naplementébe ezzel a kabrióval, de sajnos vissza kell nem soká vinnünk a műhelybe. Kövessetek be minket mindenféle platformon. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt az adást is. Ne feledjétek el, még most jönnek a támogatóink és a legviccesebb jelenetek, úgyhogy ne lépjetek még ki, még maradjatok velünk egy kicsit. Köszönjük szépen, jövő hónapban találkozunk. Mi a Gulf kenőanyagait használjuk, hogy a motor sokáig éljen. Ajánljuk, te is tégy így. Gulf Premium kenőanyagok. Élmény a motornak. A legprofi beltereink szolgáltatója az MMM Interior. Energiában támogatunk a Monster Energy. A legfinomabb ételeink szállítója a La Rosa Pizzeria és étterem. Cégünket a Story for You öltöztette. Károly autóbontó, ha minőségi bontott alkatrészt szeretnél. Cégünk alkatrészeit minden esetben az E30 Store szállítja. Cégünk támogató partnere az Adabau Kft., ahol a minőség a különbség. Még mondjak valamit? Na, menjünk akkor ki. Várj, nem tudom, az a baj, hogy ez ki kéne találni, hogy ne legyen hülyeség az egész. Hamarosan átadás. Igen. A hengerfejeket át tudjuk adni.
Szerintem tegyünk bele kadmiumos gyertyát, nem? Tudok adni 12. Az a jó aranybúval, aranyszikrát fog adni. Látod? Triv. Triv. Én mondom, hogy a mai nap azért jöttem, hogy idegesítsünk Károlyt. Jó van. Bocsánatot szeretnék kérni. Nem csak egy tök oázasú bort azt hiszem, úgyhogy tudjuk használni a fejedet. Bocsánatot szeretnék kérni. Man, nem rossz volt az előző adásban, és olyan cinkes videókat raktál ki róla, azt olyan fúlos kocsikat csináltam, hogy... Le is iratkozok amúgy. Hagyjatok meg. Nézzük, olyat kérdezünk, csinálunk. Jaj, de megijedtem, hülye gyerek, nem óvodás vagyok, mint te, hogy összekulázzam magam. Jó. Nem hittem el. Várj. Zonok a bátyám tú! Ez az a baj, ez kár, igen. Kéne mondani. Délutáni nasi. Bolondám 3.